Köszöntöm Önöket, a minőségi időt látják. Bezzeg a mi időnkben. Hallható ez sokszor akár nagyszülőktől, akár szülőktől, de már a fiatal felnőttek is használják ezt a mondatot, ha a gyerekek vagy a náluk fiatalabbak életmódját figyelik. A generációk közti különbség sokszor konfliktust is szülhet, pláne egy olyan feszültséggel teli időszakban, mint most a koronavírus járvány idején. A témáról mai vendégemmel, Steigerwald Krisztián generációs szakértővel beszélgetünk. Üdvözlöm a stúdióban, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Mielőtt belemegyünk a részletekbe, egy kicsit tisztázzuk magának a generációnak a fogalmát. Hány éves különbségekkel beszélgethetünk egy-egy új generációról? Ez azért jó kérdés, mert nagyon sokan szokták keverni a generációt az életkori hovatartozással, és alapvetően én mindig azt szoktam mondani, hogy a generációhoz való tartozás az nem egy doboz, amiben beleszülettünk 1982-ben, és akkor onnantól kezdve csak és kizárólag ahhoz a generációhoz tartozunk. A generációhoz való tartozás az egy tapasztalati halmaz, tapasztalatoknak az összessége. Nyilvánvalóan, hogyha valaki beleszületik egy generációba, annak a alaptapasztalata a leginkább meghatározó majd az életében, de később az összes többi generációnak a tapasztalatát átéli. Ezért van az ma például, hogy a nyugdíjasoknak a jelentős része használ internetet és használ mondjuk Facebookot. Ha nem így lenne, nem a későbbi generációk tapasztalatát építenénk be az életünkbe, hanem csak és kizárólag azt, amit egy generációkutató mond egy generációról, akkor nagyon megkövült és nagyon begyöpösödött életünk lenne, de nem így van. Maga a generáció kifejezés az egy eredetileg az egy ilyen biológiai vagy családszociológiai kifejezés volt. Tulajdonképpen azt az időszakot jelentette, ahova egy adott kor szülötteinek a halmaza tartozott, annak a függvényében, hogy az első szülött mikor érte el azt a kort, amikor már képes volt gyereket nemzeni. Ez nagyjából 17-18 éves kor körül volt az elmúlt évek, évtizedekben, évszázadokban. Tehát amikor arra a kérdésre válaszolok, amit tulajdonképpen feltett, hogy hány évet jelent egy generáció, ez egy ilyen 17-18 éves szakasz biológiailag. De nagyjából az X generációtól kezdve, X generációnak hívjuk a 20. század közepén születetteket, az 1965 után születetteket, onnantól kezdve nem biológia alapon nézzük a generációváltást, hanem már technológiai alapon, mert tulajdonképpen azt a tapasztalatot, amit említettem, azt már nem biológiai úton szerező tapasztalatot jelent, és ez határozza meg az életünket, hanem egy ilyen technológiai tapasztalás, hogy milyen technológiai időszakba születtünk bele. Ez az X generációnál ugye jellemzően az audiovizuális képi tapasztalás, tehát a televízióhoz kötődő, az utóbbi évtizedekben, az utóbbi években az meddig az internet, vagy a legutolsó generációnál az okos eszköz, az érintőképernyős eszközökhez kötődő tapasztalás. Alapvetően miért van az emberekben mindig egy-egy fiatalabb generációval szemben egy ellenállás, egy konfliktus, ha úgy tetszik? Ez a bezzeg a mi időnkben, akkor még minden jobb volt, és az utánunk lévők minden csak elrontanak. Miért van bennünk egy ilyen feszültség? Ennek a kérdésnek is nagyon örülök, mert ez is tisztázza tulajdonképpen a generáció és az életkor szerinti különbséget. A generáció az nem egy életkor szerinti történet, ahogy említettem is, és ez, amit kérdez, ez az életkorokhoz kötődik. Ez egész egyszerűen kódolva van az emberben, ez bennünk van, amióta az ember az ember. Ha valaki utána olvas a történelem könyvekben, talál ilyen több száz, akár több ezer éves idézeteket, amik erről szólnak, hogy a fiatalokkal egyszerűen nem lehet bízni. Ez nem egy új keletű történet. Egyébként az is bele van kódolva, vagy belénk van kódolva, hogy az idősekkel szemben is van egy ilyen fajta gondolkodásmódunk. Mindig el szoktam azt mondani, hogy amikor ilyen 14-15 éves fiatal srác voltam, és mentem az utcán, és elbiciklizett mellettem egy 31-32 éves néni, akkor nagyon megsajnáltam, hogy Jézus Mária, 30 év fölött, hát már nincs élet, hát ott már öreg az ember. És hogy én nyilván nem ilyen öreg leszek, hanem én teljesen sportos, ügyes, fiatalos, idős leszek majd. Most, hogy már bőven 30 fölött vagyok, azt gondolom, hogy 30 fölött még azért nincs vége az életnek, és hogy még bőven áll előttem évtized ahhoz, hogy öregnek hívjam magamat, de hogy ez az életkor alapú gondolkodásmód, ez mindenkibe benne van, hogy amikor egy bizonyos életkort érünk, akkor az a tökéletes, és ami az alatt van, vagy a fölött van, azt valamilyen kritikai szemmel nézzük, ráadásul ezt egy nagyon homogén masszának nézzük. Tehát van az én életkorom, és azt mondom, hogy a fiatalok.
és mindenki, aki nálam fiatalabb, az a fiatalokhoz tartozik, meg az öregek, és mindenki, aki nálam idősebb, az öregekhez tartozik. Pedig ez nem egy ilyen homogén massza, hanem nagyon alaposan szét lehetne szedni. De ez nem generációs történet, ez egy életkori szakasz, egy életkorhoz való tartozásnak a fogalma és annak a meghatározása. Ha alapvetően is vannak ilyen ellentétek, konfliktusok, akkor ezt hogyan tudja felerősíteni egy ilyen helyzet, mint most ez a járványidőszak? Ugye azért nagyon fontos az, hogy a generációhoz való tartozás az egy tapasztalati halmaz, mert hogy a jelennek a megélése az a múltbeli tapasztalásunk és az elképzelt jövőnek a kombinációja. És ez nagyon más az egyes generációk esetében, és nem az életkortól függ, hanem attól, hogy ki milyen tapasztalattal rendelkezik. Március-áprilisban, amikor elindult a járvány, és kihirdették a karantént, azt láttuk, hogy a karantén kihirdetése után a legveszélyeztetebb korosztály, a 65 év felettiek, 1-2-3 napon keresztül így tömegével mentek ki a városba, bárhol az országban, ha körülnéztünk, tömegével mentek el bevásárolni, üzletekbe, piacra, mindenfelé, és a social media platformok ugye felrobbantak a fiatalabbak, tehát mindenki, aki 65 évnél fiatalabb, elkezdte leírni, hogy hát könyörgöm, mi történik, hát leáll a gazdaság, a gyerekeket nem tudom iskolába vinni, nem tudok elmenni dolgozni, és mit látunk, hogy a legveszélyeztetett korosztály pedig elmegy vásárolni. Ez az életkorból induló düh. De mi történt generációsan? Tulajdonképpen az történt, hogy hála a jó Istennek, a mai élő generációk közül kettő generáció van, a két legidősebb, a veterán, az 1945 előtt születettek, és a baby boomer generáció, az 1945-64 között születettek. Ott is inkább az idősebb baby boomerek azok, akik átéltek valódi kríziseket. A későbbiek nem. Nem voltak krízisek, nem voltak olyan jellegű krízisek, ahol az életünket kellett félteni, ahol olyan jellegű bizonytalanság volt, mint a II. Világháború, vagy az 50-es évek, beszolgáltatás, pazlás lesöprés, ávó, 56. Tehát, hogy ők átéltek olyan dolgokat, ahol nem csak a saját életük volt veszélyben, hanem a közvetlen hozzátartozók élete is veszélyben volt, és nap mint nap azon kellett munkálkodni, hogy valahogy túléljék ezt a krízist. Kire számíthattak? Kire számíthattak? Csak és kizárólag saját magukra. Én beszéltem áprilisban már bőven a karantén idején egy idős hölgyel, aki azt mondta, hogy Krisztián, mi 1956-ban is sorba álltunk rohadt krumplér a piacon, miközben lőttek ránk. Most nem lő ránk senki, de azt érezzük, hogy menni kell. Miért? Mert előjött az a múltbeli tapasztalat, hogy egy olyan krízisnél, ahol nem tudjuk, hogy mi vár ránk, nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, legalább azokat a kapaszkodókat megtaláljuk, ami saját magunknak biztonságot jelent. Ha nincsen biztonság körülötted, teremts meg a saját biztonságodat. Ez mit jelentett az idősebb generációnak? Tapasztalat alapján legyen tele a kamra, legyen tele a spájz. Ha van kenyér, ha van liszt, ha van élesztő, ha van zsír, lekvár, befőtt, akkor legalább azt tudom, hogy néhány napig biztos, hogy legalább élelmiszer van. Nem tudtuk, hogy mi vár ránk. Nem tudtunk semmit. Tehát azt láttuk, hogy Nyugat-Európában, Amerikában egymás hegyén hátán állnak a koporsok. Fogalmunk se volt, hogy milyen egészségügyi vészhelyzet fog történni, de legalább biztonság legyen otthon a négy fal között. Ugye ezt a fiatalabb generációk nem értették, hogy miért kell felhalmozni. Egy új építési lakásban milyen helyiség nincsen? Kamra. Kamra. Kamra, spájz. Tehát az, hogy kamrába felhalmozunk dolgokat, ez egy fiatal YZ generációsnak egyáltalán nem fért bele a saját tapasztalati körébe, mert ő még nem élt át ilyen dolgokat. És tulajdonképpen annak a logikai megértése, hogy ami akkor történt, az egy teljesen logikus generációs válaszreakció volt az akkori krízis helyzetre. Ha ezt megértettük volna tömegesen össztársadalmilag, nem jött volna ki az az agresszió, vagy az a mértéktelen düh, ami a különböző social media platformokon megjelent az idősebbekkel szemben. Én úgy éreztem annak idején, ugye március-április időszakról beszélünk most, hogy nem csak amiatt van egy ilyen harag az emberekben, mert kifosztják a boltokat az idősek, hanem mert tényleg az utcán járnak, kelnek, és a saját épségük lényegében a mi kezünkben van, fiatalabbakéban, hogy mi ne fertőzzük meg őket, akkor ők is tegyenek azért, hogy tényleg nem mennek olyan helyre, ahol sokan vannak. Ez most hogyan változott? Még mindig az idősek vannak ilyen szinten középpontban, vagy már inkább a fiatalok, mint fertőzést átadó személyek?
Ugye ezt a gondolatot, amit felvetett, mint fiatalként gondolt, teljesen logikus és egészségügyileg alátámasztható történet, hogy aggódtunk az idősebbeknek az egészsége miatt, és azt láttuk, hogy ők nem aggódnak annyira a saját egészségük miatt. Tulajdonképpen az ő gondolkodásukat felülírta az a krízisreakcióra adott válasz, amit az előbb beszéltem. Ugye most már tudjuk, hogy mi történt. Már van egyfajta tapasztalatunk. Tudjuk azt, hogyha védekezünk, hogyha maszkot használunk, hogyha gyakran kezet mosunk, hogyha nem megyünk tömegbe, akkor valamilyen módon, ha szerencsénk van, el tudjuk kerülni ezt a vírust. Átéltük, megtapasztaltuk, van egy 4-5-6 hónap múltunk ezzel kapcsolatosan, nem olyan sokszerű a második hullám, mint amilyen sokszerű volt akkor. Ugye most látjuk, hogy az esetszámok emelkednek, most látjuk azt, hogy a legtöbb kutatás és információ arról beszél, hogy külföldről a nyaralók többsége hurcolja be a vírust. Ugye Szlávik János főorvos úgy tegnap azt nyilatkozta, hogy a bulikban terjed a legnagyobb mértékben a koronavírus jelenleg Magyarországon. Tehát, hogy azt lehet mondani, hogy most főleg a 40-45 év alattiak körében van lényegesen nagyobb esetszám, és ezért hála jó Istennek kevésbé nő a klinikumban, a kórházakban, vagy az intenzív osztályokon az esetszám. Tehát, hogy most megfordult az a fajta gondolkodásmód, ami jelentkezett tavasszal, hogy hirtelen pánikba kerültünk, hirtelen nem tudtuk, hogy mit kell csinálni, mindenki önként, hát ha nem is annyira önként, de hogy azért eléggé szabálykövetően bezárkozott, és próbáltunk egy biztonságosabb életet élni. Megtapasztaltuk, hogy azért nem olyan nagyon tragikus a helyzet, csak idézőjelben, csak az idősebbek körében, és emiatt a fiatalok esetében egy nagyon erőteljes szabály elutasítás, vagy egy szabályokkal szembeni, nem is ellenséges gondolkodásmód, hanem egy ilyen kicsit lazább, egy ilyen kicsit megengedőbb történet figyelhető meg. Csak ugye azt felejtjük el, hogy néhány hét után ott van annak a veszélye, vagy a lehetősége, hogy ez szépen lassan az idősebb korosztályra is át fog valamilyen szinten terjedni. Most nincs generációs konfliktus, most nem látható, vagy nem figyelhető meg az, hogy nagy tömegben a fiatalokkal szemben történne egyfajta agresszió, vagy egyfajta negatív hangulatú fellépés, mert valahol valamilyen szinten meg is lehet ezt érteni. Tehát 3-4 hónap bezárkozás után nyáron nyilvánvaló az emberek szerettek volna egy kicsit pihenni. Tudtuk jól, hogy ősszel újra jön a második hullám. Tudtuk jól, hogy azért az iskola, az óvoda, a bölcsöde nagyon nagy veszélyben van, hogy nem lehet hagyományos módon megoldani, hanem majd valami digitális vagy online módon kell megoldani. Muszáj volt egy kicsit kikapcsolni, muszáj volt valólag őszt kiengedni. Ezt még egy 40-45-50 éves ember is teljesen természetesnek veszi. Egy 20 éves fiatal meg nyilvánvalóan ezt a kortársai között akarja, olyan módon, ahogy régebben mi csináltuk, ugye a régebb óta fiatalok is bulisztak valaha, most kevésbé, most a mai fiatalok akartak bulizni. Tehát nagyon nehéz ezt számon kérni, hogy gyerekek ne bulizzatok, vagy gyerekek maszkba bulizzatok, vagy úgy bulizzatok, hogy egymástól másfél méteres távolságban. Tehát ez lehetetlenség. Tehát, hogy valahogy azt gondolom, hogy a társadalom elkezdi tisztábban, normálisabban, logikusabban látni a jelenlegi helyzetet, és ebben a helyzetben próbáljuk azt megoldani, hogy hogyan lehet a lehető legjobbat, a lehető legbiztonságosabbat kihozni ebből. Még nem találtuk meg a választ. Tehát keresnie kell az összes, ha most generációkra akarom ezt visszavezetni, az összes generációnak meg kell keresni azt a válaszmódot, vagy a válasz lehetőséget, hogy lehet ebben élni, és egymással együtt élni. És magának, hogyha akár egy családon belül van ilyen konfliktus, de most ugye említette, hogy még most ez annyira nem érezhető, mik lehetnek azok a jó tanácsok vagy tippek, amiket fogadjunk meg, hogy tényleg a lehető legbékésebben átvészeljük ezeket az időszakokat? Azt gondolom, hogy ami és azt is láttam az elmúlt hónapokban, hogy ami a legnagyobb problémát okozta a legtöbb családban, az a bezárkozás volt, a bezárás. Ugye azok esetében, akiknek szerencséje volt, home office-ban voltak otthon, akiknek nem volt szerencséjük, azoknak ráadásul el kellett menni dolgozni, és valakire, ha családban voltak, hagyni a gyerekeket, miközben azt mondták, hogy ne a nagyszülőre hagyd a gyerekedet, akkor kire hagyjam a gyerekemet. De aki home office-ban volt, annak sem volt könnyebb, mert hogy oldotta meg a minden nap etetni kellett a gyereket, úgyhogy 6 és 9 között nem mehetett, 9 és dél között nem mehetett boltba, tehát 9 előtt kellett, vagy 12 után. Etesse a gyereket, vigyázzon a gyerekre, tanuljon a gyerekkel, figyeljen oda, hogy minden nap beüljön az iskolapadba, ugye a számítógép elé, ha
volt ennyi gép otthon a családban, közben dolgozzon, közben otthon van apu is, anyu is, vigyáznom kell az idős szüleimre, mert hogyha egy nap nem mentem el hozzá, akkor tuti biztos ki fognak szökni, és akkor majd elkapják a vírust, tehát hogy teljesen szétestünk ebből a fajta gondolkodásmódból, és ezt ugye az a sok állapot, amiben akkor voltunk, még tetézte is, mert beszűkül a tudat. Egy sok helyzetben mindig beszűkül a tudat, nem tudunk olyan logikusan gondolkozni, mint egy nyugodtabb időszakban. Most még valamilyen fajta nyugodtabb időszakunk volt, most szeptember 1-e van, ma indult az iskola és az óvoda, azt látom, hogy nagyon sok szülőnél ez a nyugodt időszak megszűnt, tehát már nem abban a tágabb értelemben tudunk gondolkodni, mint ahogy néhány hete lehetett gondolkodni, de mindenképpen azt javaslom mindenkinek, hogy tudatosan készüljünk fel arra, hogyha lesz valamilyen fajta karantén, hogyha lesz valamilyen fajta bezárkózás, ne úgy essünk bele, ahogy beleestünk felkészületlenül márciusba. Gondoljuk át, hogy mik voltak a tapasztalatok abban az időszakban. Gondoljuk át, hogy mi volt az, ami a leginkább zavart és a leginkább hiányzott. És ezekre tudatosan kezdjünk el már most válaszreakciókat kitalálni. Ez lehet az, hogy kitalálunk egy nagyon szigorú napi rendet. Felosztjuk, hogy mit csinál anyu, mit csinál apu, és mit csinálnak a gyerekek. Ugye láttuk azt, hogy március-áprilisban a karanténban sokkal több teher került a nőknek a vállára, mint a férfiaknak a vállára. Nem rossz indulatból, ez egy egész egyszerűen egy ilyen logikus, gyors válaszreakció volt. De ennek elejébe lehet menni. Elejébe lehet menni a bevásárlásoknak, hogyha átgondoljuk, hogy valójában mire van szükségünk, hogy tényleg kell-e 25 tekercs WC-papír, meg 64 kg élesztő, vagy valójában nem kellett, és inkább máshogy rendezzük be a tartalékolást. Tudunk beszélni a gyerekkel, át tudjuk gondolni a gyerekkel a problémákat, a gondokat, hogy mi volt az iskolában. Ezt előre meg lehet beszélni, előre végig lehet gondolni, hogy napközben melyik nap anya, melyik nap apa a felelőse az iskolának. Tehát egy csomó olyan trükk van, csomó olyan gondolkodási lehetőség van, ami könnyebbé, egyszerűbbé teheti az életünket, és ami nagyon fontos, és nagyon tudatosan én azt gondolom, hogy bele kéne mindenkinek építeni az életébe, ez pedig az én idő. Ez volt a legnagyobb hiba, hogy ezt nem tudtuk a sok hatására megoldani. Nyilván ilyenkor egy csomóan felszisztennek, hogy oké, de egy 40 négyzetméteres lakásban, ahol négyen otthon vannak 24/24, hogyan lehet ezt az én időt megoldani? Nehezen. Éppen azért kell tudatosnak lenni, hogy akkor azt mondani, hogy szerda este 6 óra, anya bemegy a konyhába, és senki nem szól hozzá, és ő ott most olvas, vagy zenét hallgat, vagy akármi, vagy eszik egy joghurtot, mindegy, csak hogy legyen meg az, hogy melyik nap, hány órától, hány percig anyának is, apának is, és a gyereknek is van új én ideje, hogy el tud menni egyedül, és hagyjuk egyedül. Reméljük, hogy akkor a múlt tapasztalataiból most ezeket a jó tanácsokat mindenki megfogadja. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm szépen a lehetőséget. Önöknek pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is. Viszontlátásra!